régi-régi álma teljesül a bárhonnan iskolásoknak, és elsősorban azoknak a gyerekeknek, akiknek az érkezését itt oldjuk meg ebben a helységben, hiszen nagyon régi bútorok voltak már, amelyeket ki kellett cserélnünk. És bizony nem jött volna létre ez a bútorcsere, hogyha a szülőknevelők bája olyan sikeresen nem jön össze, mint ahogy az idei évben összejött. Én úgy gondolom, akkor is elmondtam, hogy nagyon színvonalas rendezvény volt, nagyon sokan voltak, és sokan támogatták ezt a rendezvényt, hogy az iskolának valamilyen módon segítséget nyújtsanak tárgyi eszközök vásárlásában. Hát nekünk ez sikerült megvenni. Közben látták már napközi is gyerekeink, akik délután bejöttek ide az ebédőbe, teljesen el voltak ájulva, hogy milyen új bútor van, és nagyon tetszett mindenkinek eddig, aki látta. Én nagyon remélem, hogy sokáig ilyen állapotban találjuk majd az ebédő bútorzatát, ahogy most találjuk. Zárásként annyit, hogy én is még egyszer nagyon-nagyon szeretném megköszönni valamennyi szülőnek, szponzornak, támogatónak azt a lehetőséget, hogy meg tudtuk vásárolni ezeket a bútorokat, és hogy Hajnalka is említette, reméljük, hogy a jövőben is folytatódik majd ez az igazán jó hagyomány, és más eszközöket is tudunk majd az elkövetkezendő időben vásárolni, amire az iskolának szüksége van. Engedjék meg, hogy azért a szülői támogatás mellett hagy köszönjen meg a város önkormányzatának is a támogatást, hiszen a nagy részét ugyan a szülők nevelők bájából tudjuk megvalósítani, de a hiányzó részt azt viszont a város önkormányzata biztosította számunkra, úgyhogy mindenkinek köszönet jár azért, hogy a gyerekeink ilyen körülmények között tudnak élni, dolgozni, tanulni. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Én mondhatok pár? Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm, hogy ez a mai esemény összejött és létrejött. Ugye a szülők bája most már hosszú ideje működik, és egyrészt kiemelném, hogy a szülők hallatlan energiájának és lelkesedésének köszönhetően minden évben megújul, és most már az iskola vezetése is egyre több energiát fordít arra, hogy még sikeresebb legyen, mint az előző esztendőkben, és én ezt szeretném megköszönni mindkét félnek, tehát a szülőknek is, és az iskola vezetésnek is. Ugye mindannyian tudjátok, hogy az önkormányzat azért elég jelentős összeget juttat az iskola felújítására, mert ebben az évben az iskola szekrények teljes cseréje végbe fog menni az iskolában, az alsó szinteken, és ehhez festés, mázolás, könyvtár áthelyezés, új irodák kialakítására is sor kerül. De azért minden pénzre szükség van, és azért ez a guruló forint is, én úgy gondolom, hogy jó helyre kerül. Még akkor is, ha körülnézünk, és azt mondja mindenki, hogy azért még itt felújításra szükség van ebbe az épületbe, gondolom, hogy jövőre ez még tovább fog folytatódni. Mint szülő, én magam is örülök neki, mert mindkét gyerek napközi is, és ők is szerintem ma este azzal jönnek haza, hogy nincs a király a napközi. Úgyhogy köszönöm az iskola vezetésnek. És én ugye tettem egy nagyon felelőtlen kijelentést még a szülők bája után, mikor a rendezvény nagy sikert aratott, és pozitív visszajelzések jöttek, hogy micsoda, hogy szuper volt a műsor. Én azt a kijelentést tettem, hogyha a szülők befogadnak, akkor jövőre szeretnék a csapatba én is részt venni és szerepelni. Úgyhogy ha igény van rám, és pozitív a visszajelzés, akkor szívesen vállalom, és köszönöm még egyszer. Köszönöm nektek. Nagyon szívesen látjuk. Köszönöm.